Hát eljött ez a pillanat is, kedves hallgatóink, a Fejlesztés Terhe mellett című sorozatunk 40. részéhez érkeztünk el, úgyhogy 40. alkalommal köszöntöm itt a stúdióban a Településfejlesztési Szövetség elnökét, Szebeni Dávidot. Szervusz, Dávid! Hát köszönöm szépen, jó, hogy már ennyiszer találkoztunk. Igen, bár sokkal többször köszöntöttelek, hogyha összeszámolom, de ebben a sorozatban tényleg valóban a 40. alkalom ez, és egy nem is akármilyen alkalomról fogunk ez alkalomból beszélgetni. Itt azt írtam föl magamnak, hogy Urban 21, te egészen máshogy mondtad. Mi is ez? Az Urban 21 konferencia egy már sok éve, minden évben megrendezésre kerülő terület és település fejlesztési konferencia. Minden évben más városban van. Igen. És idén többek között a Településfejlesztési Szövetség munkájának elismeréseként is a szervező Hárfa Alapítvány és a Társadalmi Innovációs Nemzeti Labor Ceglédet választotta helyszínként. Jó, hát ebben azért benne van a te kezed rendesen. Az biztos, az, hogy urbánus valami, azt én értem, ugye? Tehát nyilván városról, településekről beszélünk, de 21 az hogy kerül ide 24-ben? Ezt feltétlenül meg kell kérdeznem majd a szervezőktől, amikor találkozom velük. Jó, lehet, hogy akkor indult az egész folyamat, nem is tudom. Vagy abszolút semmi köze a dátumhoz. Én most itt nem akarnék találgatni. Vagy 21-en vannak benne ebben a... Vagy annyian alapították. Igen. Na, ezt majd kiderítjük. Március 21-e jó alkalom lesz erre. És hát az egyik előadót is elhoztad magaddal, aki majd ott egy panelbeszélgetésben vesz részt, ő pedig nem más, mint a Ceglédi Szakképzési Centrum kancellárja, dr. Ferenczi Norbert. Szervusz Norbi, köszöntelek téged is. Köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz Szatyi, örülök, hogy én is itt lehetek. Hát úgy is, mint Cegléd város önkormányzatának egyik képviselője, nagyon örülök, hogy ez a konferencia ide jön. És ugye a innováció, a kulturális és innovációs minisztérium, és ugye a szakképzési centrum is a kulturális és innovációs minisztérium fenntartásában nagyon sok kapcsolódási felületünk van a témához. Ugye a téma pedig az, hogy hogyan tartsuk meg azokat a gyerekeket, akik itt születtek. Igen. Hol lesz az itt most, tehát ugye a helyszín, ha már apropó, akkor Cegléd jöhet szóba a mi beszélgetésünkben, a már Cegléd Rádió és Cegléd Városa és a Ceglédi Szakképzési Centrum, akkor én ma ilyesmiről szeretnék beszélni, hogy mit teszünk kancellárként, vagy mit teszünk képviselőként azért, hogy azok a gyerekek, akik itt tanulnak, itt is maradjanak, mondjuk, mint jó munkaerő, vagy mint jó rádióhallgató. Bizony. Igen, hát a kettő nem zárja ki egymást abszolút. Dávid, itt lesz ez a konferencia, ez egy nagy dolog, de úgy általában miről szól ez az egész szervezet? Hogyan kapcsolódnak akár éppen a Településfejlesztési Szövetség munkájához? Maga a Társadalmi Innovációs Nemzeti Labor, amit a kormányzat támogatásában hoztak létre, az a társadalom szervezésének új módjait keresi, amiben jelentős szerepet foglal el a térség, illetve településfejlesztés. A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laborban a Hárfa Alapítványon kívül még három egyetem is van. Uh-huh. Ez az ELTE, a Miskolci és a Pannon Egyetem. Ja. Úgyhogy ez elsősorban egy ilyen tudományos megközelítést alkalmaz, ez a nemzeti labor, de emellett a tudományos megközelítésből kiindulva különféle mintaprojekteket is véghez visznek. Ebből 11 már megvalósult, és most rövidesen márciusban derül majd ki, hogy az újabb, a második körben kik lesznek benne, akik valamilyen társadalmi haszonnal járó innovatív projektet meg tudnak valósítani. Mikre lehet itt gondolni? Én mondjuk a sajátunkat tudom, mint a Településfejlesztési Szövetség, ami szintén szeretne itt egy projekttel majd részt venni benne. Mi például egy fiatalok önkéntes munkára ösztönzését szolgáló elszámoló rendszert, egy ilyen ösztönző rendszert szeretnénk bevezetni. Ennek a kísérletnek a helyszíne Cegléden lesz. Egyébként pedig újabb fogalom, kriptoeszköz alapú lesz, igen, ami ugye a fiatalokra van szabva, mobiltelefonon könnyen küldözgethetik egyrészt egymásnak, másrészt pedig az önkéntes munkát fogadó szervezetek ebben tudják kiosztani az ösztönzést, a partnervállalkozások pedig ezekért a kriptoeszközökért, úgynevezett tokenekért tudnak kedvezményeket adni, vagy termékeket, szolgáltatásokat az önkéntes munkában magukat kitüntetett fiataloknak. Igen. A korábbi ilyen hasonló konferenciákon milyen témák merültek föl? Minden évben van valami kiemelt téma.
van, hogy például a gazdaságfejlesztés. Igen. És akkor az mondjuk egy ilyen inkább ipari fókuszú dolog, de lehet olyanra is gondolni, mint amikor, és itt utalok vissza Kancellár úrra, amikor a felső oktatás, a téma a felső oktatás és a város kapcsolata. Igen. Ami most Cegléden nagyon aktuális. Hát abszolút aktuális, hiszen sok évszázad után végre van itt egy lassacskán, a szeptemberben indul a felsőfokú képzés, ugye? Igen, hát egy ilyen konferencia egyik lényege a jó gyakorlatoknak a megosztása. Ha? Tehát, hogyha valamivel tudom csalogatni a kedves rádióhallgatókat erre a konferenciára, akkor ezek az elhangzó jó gyakorlatok lesznek. Mi is készülünk ilyen jó gyakorlattal, egyrészt a várostól, egyrészt pedig a szakképzési centrumtól, és az egyik jó gyakorlat, amit be fogunk mutatni, az az, hogy összekapaszkodott a város, a szakképzés és a felsőoktatás azért, hogy Cegléden tartsunk fiatalokat, és ebben megalapozó munkát végzett az egyetem, a szakképzési centrum, az egyetem azzal, hogy hajlandó volt idehozni a képzést, a szakképzési centrum azzal, hogy helyszínt ad, a város azzal, hogy ösztöndíjat ad. És azokat szólítjuk meg, akik eddig máshol keresték a boldogulásokat az oktatás szempontjából. Kényszerűségből is, persze. Igen, kényszerűségből is, de azért ebben benne van az is, hogy már duális képzés van a felső oktatásban is, és meg kellett találni azokat a partnereket is, akik majdnem gyakorlati helyet adnak ezeknek a diákoknak, és ilyen komplexen kellett ezt a dolgot kezelni. Tehát van igény a képzésre, nem csak abból a szempontból, hogy kik szeretnének itt tanulni, hanem abból a szempontból is, hogy foglalkoztatni szeretnék őket. Tehát a gazdasági jellegű képzésekre Cegléden is van igény, ez azért van, mert van egy föltörekvő ipar, most már ezt ki tudjuk mondani. Igen. Ugye az kormányzatnak az iparral kapcsolatos stratégiája az beváltotta hozzá fűzött reményeket, szakképzésünk Európa bajnak a következő lépés, az, hogy a szakképzés összekapcsolódjon a felsőoktatással, és ezt egy jó gyakorlatként fogjuk tudni bemutatni, már ha kedves hallgatók tetszettek elegen jelentkezni erre a képzésre, de ha nem, akkor augusztusban pótfelvételi van, és azt is fogjuk hirdetni keményen itt is, és ezen a konferencián. Igen. Hát ugye a szakképzés és a felsőoktatás, hát olyan messze volt egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől még néhány évtizeddel ezelőtt, tehát aki elment szakmunkás képzőbe, az nem is remélhetett olyat, hogy majd egyetemre megy szint, tehát nagyon-nagyon nehéz volt a főjutás, most pedig az egyre több motiváló tényező van. Hát most nagyon érzik az egyetemek, hogy aki most 12-es volt, az 13-ban megy, tehát technikumba is nem bemeneti osztálya lesz az egyetemnek, vagy bemeneti csoportja lesz az egyetemnek, hanem jön, marad nálunk a közgázban, technikumban, és pont ezek a versenyistálók, mint a ceglédi közgazdasági és informatikai technikum, nem rendelkeznek most kimeneti osztállyal, ezért az egyetemek mindent megtesznek annak érdekében, hogy létszámot szerezzenek ebben az évben, mert a létszám ugye pénz. Igen. És a tudás pedig hatalom, és ezek valahol, ezek a nagy közmondások, ezek összeérnek, és bizony az egyetemnek le kellett hajulni egy ceglédi képzésére, és ha ezt a vasat elég vörösen tudjuk tartani, akkor hosszú távon itt tud maradni ez a képzés. De nyilván a többi képzőhelyre is oda kell figyelni, tehát a fiatalok megtartása szempontjából ugyanúgy fontos, akár a BEM iskola is, teszem azt. Hogyne, persze, tehát a vonzó környezet kialakítás most a várossal például újra megpróbáljuk azt, hogy ez egy városi tulajdonú ingatlan, akkor gondolkozzunk közösen az ingatlannak a fejlesztésével, és az a következő pályázat, ami önkormányzati tulajdonú ingatlanok energia szempontú korszerűsítésére lesz kiírva, az célozza meg a VEM-nek az egyik épületét, és fejlesszük így közösen ezt a dolgot, és jussunk ebben is egy olyan lépcsőfokra el, hogy közösen tudunk gondolkodni az ingatlanban is, és ne maradjon ez szűzen állami feladat, hiszen az önkormányzatnak is érdeke az, hogy az ipar el legyen látva megfelelő munkaerővel. És hogy tudjuk ellátni az ipart megfelelő munkaerővel, hogyha a szülők is úgy gondolják, hogy ez az iskola csodás, hogy tud az iskola csodás lenni, ha minden erővel és mindenki azonban csodás legyen az iskola. Így van. Nem tudom, lehet, hogy időszerűtlen a kérdés, de elképzelhető, hogy lehet, hogy évtizedes távlatokban kell gondolkodni, de hogy egy önálló felsőoktatási intézménye legyen Ceglédnek?
valószínűleg, hogy évtizedes távlatokban kell ebben gondolkodni. Mm. Tehát az önállóság az rendkívül nehéz dolog. Tehát az önállósághoz kell egy alapítói szándék. Mm. Na most ugye a mai felsőoktatási konstrukcióknál látjuk azt, hogy egy kuratórium egy alapítvánnyal van az intézményrendszer mögötte. Hogy ezt egyház hozza létre, vagy az állam áll mögötte hagyományos rendszerint, az egy kérdés. De azért a demográfiai folyamatok, és erről Dávidot majd érdemes lesz kérdezni, hogy ő mit kutatott ezekről, abszolút abba az irányba mennek, hogy még mindig fogyunk, valljuk be őszintén. Igen. És a munkaerőt is csak úgy tudjuk biztosítani abban az állami stratégiai szituációban, ugye, hogy gazdasági menekülteket nem fogadunk, és veszélyes menekülteket meg végképp nem fogadunk, igen, hogy a saját munkaerőnk átképzése van napirenden, döntően a felnőtteknek az átképzésre van napirenden, de a most születő gyermekek, tehát a korfa torzulásai miatt még mindig kevesebb utánpótlásra számíthatunk. De az ezzel kapcsolatos kutatásokról talán Dávid hitelesebben tud beszélni. Igen, igen. Mire jutottál ez ügyben, Dávid? A 2022-es népszámlálás azt mutatta meg, hogy Cegléden gyakorlatilag megállt a népesség csökkenése. Tehát most már stagnálás van, ami egyébként nem jellemző az ország településeinek nagy részére, ahol fogy a népesség. A népesség Magyarországon, ezt tudjuk, hogy Budapesten, Pest megyében, illetve Győr-Moson-Sopron megyében, illetve Komárom-Esztergom megye egyes részein mutat növekedő tendenciát, plusz az osztrák határ mentén néhány faluban. Úgyhogy Cegléd ilyen szempontból jobb helyzetben van, mint az ország nagy része. Én reálisabbnak azt látom egyébként, hogy valamilyen nagyobb egyetemnek a kampusza tud hosszú távon megtelepedni Cegléden, hiszen nem feltétlenül szükséges mindenhova külön egyetem, de tudok mondani Európából olyan példát, ahol hasonló méretű városban, Hollandiában, Wageningenben egy világhírű egyetem működik, az ottani mezőgazdaság hagyományokra alapozva. Egyébként a Wageningeni Egyetem hagyományosan ebben erős. Aha. Hát mezőgazdaság itt is van, és nem is gyenge. De mindegy, szóval erre még ráérünk, én azt hiszem, ezzel gondolkodni, ugye, Norbi? Annyit hozzá kell tenni, hogy nekem egy hiánypótló kötelességem is van, már az agrárium szóba került, hiszen azért van itt egy szép nagy református centrum is, akinek a célkitűzései között ott van egy ilyen képzésnek a bevezetése. De az első lépés mindig az, hogy egy egyetemet először ide csalogatunk, ahogy Dávid mondja, és neki először egy képzési formája elindítjuk itten. Ezt először a közgazdaságinak sikerült megtennie, illetve a Cegléri Szakképzési Centrumnak, de úgy látom, hogy már jönnek ezt a versenyhelyzetet felismerő társak is, és az agrárium irányába is elindulunk. És őket tudná támogatni a kutatóintézet is, mert ugye van egy gyümölcskutatónk is, ami egy újabb jó bázis tudna teremteni ennek a dolognak. De azt tudni kell azért, hogy a felsőoktatás nem két filléres dolog, infrastruktúrában sem, oktatói bázisban sem. Ugyanakkor én úgy tanultam a jogi egyetemen, hogy nem kell hozzá csak kréta, szivacs és tábla, és a muszáj akkor lehet állva is. De azért ennél lehet azért, hogy néhány képzés drágább. Tehát jó, nem mindenki szorítkozik ilyen szigorúan az elméletre, mint a jogtudomány. Hát ugye van olyan egyetem, ahol atomerőmű is van Magyarországon. Ezekkel nem fogunk tudni versenyezni. Ez tehát nem. Ezek mindenképpen olyan politikai, tudományos és társadalmi, civil céloknak kell legyenek egyben, amely célok valóban távlatokra szólnak. Ebben találjuk meg jól a hangot Dáviddal, mert ahogy ezt pestiesen szokták mondani, még mind a ketten szeretnénk tartós tejet vásárolni, és az elkövetkezendő időszakban közösen szeretnénk erről a dologról is gondolkodni. Nagyszerű. Hát ennek a gondolkodásnak egy jó helyszíne lesz majd ez a március 21-i országos éves konferencia, a Társadalmi Innovációs Nemzeti Labor konferenciája, Urban 21, akkor, ha úgy tetszik neked jobban. Egyre szebb a kiejtésed, Szatyi. Ugye, hát a 21-et is mondhatnánk akkor 21-nak, nem? Tehát... Profi. Igen. Na, ezen nem fogunk összeveszni, viszont azon igen, hogy a műsoridő lassacskán lejárt. Hány embert vártok, és az ország hány pontjáról érkeznek majd ők vajon?
Jellemzően ezen a konferencián 100 fölött szokott lenni a résztvevők száma, és az ország minden részéből szoktak jönni. Határtól határig. Batonyától nemes medvesig. Ahogy szoktad mondani, igen. Igen, bárhonnan jöhetnek. Fú, ez izgalmas lesz, és hát nyilván ki fogjuk majd elemezni ezt a történetet. Lesz ennek tanulsága biztos. Egy záró gondolatom még lenne, mert Ceglédet elmondtuk abból a szempontból, amilyen szempontból nem igazán erős az a fiatalság szempontjából, de azért emeljük ki azt a szegmest, amiben erős, és meg csak jó gyakorlatot, nem csak ilyen friss jó gyakorlatokat tudunk mondani, hanem régebbi jó gyakorlatokat is tudunk mondani. Tehát Cegléd a sportnak a városa, hogy ezt ne felejtsük el. Uh-huh. A másik erősség az iskoláinknak, hogy elengedi ezeket a gyerekeket sportolni, sőt úgy szervezi az életét, hogy, hogy éljenek szimbiózusban, éljenek, hogy csak egy példát mondjak, a friss sportdíjas Nagy Károly nálunk tanít a BEM-ben. És Vera néninek az ikonja megint csak ismert az egész város előtt, ő is a BEM-ből ment nyugdíjba, és még mindig szeretettel látnánk, hogyha nálunk tanítanak. Uh-huh. Tehát ezeket az összefonódásokat, ezeket a jó gyakorlatokat ne felejtsük el. Most se ne felejtsük el azt sem, hogy nem kevés anyagi erőforrást áldoz a város erre, és még mindig tanítjuk ezt, hogy az idősebb generációnak el kell fogadnia azt a generációt, aki egyre inkább másféle sporták felé nyílik meg. Uh-huh. Ugye most divatos extrém sportok egyre inkább megjelennek az olimpiai vonalon is, ugye a BMX újdonsülten vált olimpiai sportággá. Cegléd úttörő volt abban, hogy egy hatalmas BMX pályát épített két ütemben is a városi szabadidőközpontban, azaz a fürdőtó mellett. Ezt kell folytatni, és meghallani a gördeszkások hangját is, és meghallani azoknak a sportolóknak a hangját is, akik a jövő olimpiai sportágaiban lesznek majd jelen. Jaj, de jó. No, hát akkor kielemezzük majd ezt a konferenciát, mindenképpen biztos, hogy sok okos dolog el fogott hangozni, és sok jó példát, sok jó gyakorlatot meg lehet majd ismerni, és hát ezek közé bekerül, reméljük, majd a ceglédi elgondolás is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, ez volt a jubileumi 40. adása a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunknak. Itt volt velem természetesen Szeberné Dávid, a Településfejlesztési Szövetség elnöke, és vendégünk volt a Ceglédi Szakképzési Centrum kancellárja, dr. Ferenczi Norbert. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, viszont hallásra, szervusz, Szatyi.